a 4 évtizedes fennállását idén ünneplő Partizán csúdukli emlékversenyét 4 szőnyegen a gyógyfürdős sportcsarnokában tartották meg. Magyarország, Horvátország és Szerbia 27 klubjának 254 csárgáncsozója mutatkozott be, 9-től 11 éves fiúk és lányok. Itt van velünk Petrovics Rád és Kassa Milica, aki elindította judót, aki minket is kezdett tanítani 40 éve ezelőtt, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény nekünk. Itt van közöttünk Branko Dragicnak a felesége, itt van professzor Dr. Slavko Obadov, aki tudjuk a judó legenda a régi Jugoszláviába. Kassa Milica Újvidéken éppen Branko Dragic révén ismerkedett meg a cselgáncsal, és az egyetem befejezése után szülővárosában edzőként segített a klub megalakításában. Azok a gyerekek, akik akkor, persze ez most már fölnőtt emberek, szülők, hogy mindből egy nagyon jó szülő lett, tisztességes polgár, és gondolom, hogy ennek az egésznek a cselgáncs is hozzájárult. A házigazda csapatának tagjai nagy lelkesedéssel küzdöttek a lehető legjobb helyezésekért és az érmekért. A 8 éves Nagy Fruzsina 2 győzelemmel első lett korcsoportjában. Az edzéseken mindig bemelegítünk elsőbb, csinálunk kihúzásokat, dobásokat, aztán néha futunk is, harcolunk. Az összesített eredmények alapján a legsikeresebben a Beocsini Cement versenyzői szerepeltek, a legjobb külföldi klubnak a magyarországi Turkeve bizonyít. A szervező Partizán a legtömegesebb klubnak járó serleget kapta. A klub 26 cselgáncsozóval lépett fel az emléktornán.